A műsor támogatója a Lumár Autó üvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az új SsangYong Corando és Rexton terepjárók hazai forgalmazója. A műsor támogatója az OXXO energiaital. OXXO. Éld túl a napot! Üdvözlet, ez a Sportverda stúdiója, velem szemben Pataki Zita és Marót Viki, mosolyog, én Tordai István vagyok, tehát önök minden bizonnyal a Sportverdát látják. Indulhat Magyarország, egyetlen 75 perces autós műsor a lányok, vagy nem? Indulhat, nyomjuk a gázt, mehetünk. Ütős volt Zita, köszi. Ta-ta-ta, írógépes volt. Ez is, ta-ta-ta-ta. Szerintetek mi az a TCT váltó? Segítek, nem tudjátok. Hát azt hittem mindig könnyebb kérdésed lesz. TCT? TCT. Biztos valami rövidítés. Nem az, amit így lögdösni kell, vagy nem tudom. Váltó. Sebességváltó? Lögdösni. Így, csak így puty, így lögdösi az ember. Közelítsük meg. Közelítsük meg máshogy a kérdést. Szerintetek melyik a legérzékibb autó, de csak azokat nézzük, amiket földi halandó is megvehet. Legérzékibb? Legérzékibb. Tehát kicsi szexus van benne? Érzékibb, tehát... Porsche. Hát, Porsche, igen. Mm. Az azért jó. Igen, a Porsche-t azt tényleg lehet kapni 3-4 millióért. Ja, jól van. Ja, hogy így elérhető. Jó, ezt kifelejtettük az egyenletből. Akkor szexi lehet Honda. Nem szexi egy Honda? Szexi egy japán férfi? Na nem. Nem, nekem nem tetszenek. Mercedes? Szexi lehet? Az is jó, de nem érhető el. Még mondjunk? Hát nem találtuk el. Végre. Na, nekem tényleg. Az tetszik. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Úgy néz ki, mint egy vidám kiskutya. És sokszor úgy is viselkedik. Alfa Romeo Mito. Tök jó. Mondhatnám, hogy a Mito is egy hétköznapi kisautó, mert ugyanaz a funkciója, mint a többi hétköznapi kisautónak. Csak hogy ez egy Alfa. És mint ilyen, kilóg a sorból. Miért? Mert ez egy Alfa. Nem tömegtermék, mint mostanság oly sok minden. Kisfiú töprenk. A világon minden ötödik ember kínai. Mi öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet, hogy apu. Vagy anyu. Vagy a bátyám Sanyi. Esetleg az öcsém, Hő Xiaoping. Szerintem Sanyi az. Ez a Mito még a Mitók közül is kilóg a sorból, ugyanis úgy nevezett TCT váltója van. És a TCT váltó rejtelmeiről meg fogunk kérdezni egy igazán szakavatott férfiút. Íme, Katona Mátyás, az Autonavigátor főszerkesztője, aki nem kisebb dolgot vett a fejébe, mint hogy megpróbálja nekünk konyha nyelven elmagyarázni, mit jelent a TCT váltó. Ez is egy automata váltó, ugyanakkor nem egy hagyományos automata, hanem egy kettős kuplungos robotizált váltó. Úgy adja meg a kuplungmentes kényelmet, hogy közben nem növeli, hanem apasztja a fogyasztást, és nem rontja a menetdinamikát. Nálad járt a Mito, egészen pontosan ez a Mito. Mit mondasz róla? Így van, vezettem én is, erős, magától vált, és kemény a futóműve. Ára?
abszolút prémiumos, a legolcsóbb Mito 4,2 millió forint, a robotváltós 5,5 milliónál startol. Abszolút a prémium szegmensben indul, konkurense az Audi A1, a Mini Cooper és esetleg a Volkswagen Beetle. Mit értünk a prémium szegmens alatt? Magas fokú személyre szabhatóságot, ugye jól látható ezen az autón is, hogy egyedi alufelnik vannak rajta, az utasterében egy nagyon szép világos magyaróbarna bőrkárpét látható, így az autó tetszés szerint rakható össze. Motorja 1.4 turbó, 135 ló, végsebessége 207 km per óra, gyorsulása 100-ra 8,2 másodperc. Ezek a száraz adatok, de valójában sokkal gyorsabbnak érzem, sokkal, de sokkal gyorsabbnak, mint amit a számok mondanak. A hangja valahol a mérges Darth Vader és a tehén bőgés között van, igazi alfa muzsika. Hallgassák! A gyári adat szerint a fogyasztása 5,5 liter, ami nálam, hát acélosabb, egy jó 2 literrel több, no de hát én dinamikus módban csűröm, ebben az állásban a legfickósabb vidám kiskutyák. Az Alfa Mito összességében tök jó. De nézzük meg, hogy mit mond róla a szembék nem, például Pébi Gabi. Tök jó. Vagy éppen Marót Viki. Tök jó. Hát ennyi. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Egy pillanatra benézett hozzánk Burt Reynolds. Motoroztatok már? Hébe-hóba igen. Én nem, én nagyon félek a motoroktól, úgyhogy én nem mertem. Jó legyőzni, mert csak ezért is jó ráülni. Nem szabad ezért félni semmitől. Te vezetted? Egyetlen egyszer, amikor a barátnőmmel nyaraltam Korfun, és 3 napra béreltünk. Életem első motorozása volt. Elestetek? És én egyszer igen. Beletrafáltam. Üdvözöllek, dicsó lovag. Most látom, csak nincsen lovag. Szép a ruhád, szép a hajad. Micsoda nyitány, és milyen igaz? Na, most már van lovam. Pattanj föl! Király. Erdőhegyi Brigi mintegy 15 perc alatt felpattant. Elviszlek egy drága helyre. Benzinkút. Benzinkút? Az drága. Na milyen? Nagyon király. Menő, fiatalos? Abszolút. Még plusz 20 fok lenne zseniális. Micsoda? Még ha egy plusz 20 fokkal több lenne, akkor még inkább Dolce Vita. Hát abszolút. De így is jó. A motorozásnak egyébként számos előnye van, keveset fogyaszt. Ez például olyan 3 liter 100 kilométeren. Gyorsan eljutsz vele A-ból B-be, főleg a városban. És szemben az autózással, hogyha véletlenül eltol valaki egy galambot, akkor itt az gyorsan ködbe rész. Még egy autónál, sanda tekintetek, majd gyalázatos magyarázkodás kíséri az eféle tettet. Te már motoroztál, ugyanis nem akartad kiegyenesíteni a gépet kanyarban. Igen, szeretek motorozni. Milyen gépeken ültél? A Speed motor, akkor a Chopper. Van olyan? Igen, és meg hasonlóan is ültem már. Mindenfajtán. Mit tudsz róla? Technikailag semmit gondolom, és nem is érdekel. De technikailag nem. Nekem azt tetszik, hogy ilyen retro design, ilyen 50-es évek olasz filmjével tudom elképzelni, Dolce Vita életérző. Abszolút igazad van, a Vespa életérzést árul, és nem mellékesen adnak hozzá egy robogót is. 125 köbcentis, egy hengeres blokk, kicsivel több, mint 11 lóerő, keveset fogyaszt. Ez egy új blokk. Szerinted hány szerepe van ennek a motornak?
Hát ez egy 1 millió forintos kérdés számomra, úgy érzem. Fogalmam nincsen. Az az újítás benne egyébként, hogy 3 szerepes. Igen? Az is újítás, hogy 10 000 kilométerenként kell csak olajat cserélni. Gondolom, de ez nekem nagyon tetszik például. Jó, hát egy huszárvágással áttértünk a technikai paraméterekről a bőrborítású ülésre. Mivel a motorokhoz általában hozzá társítják a szép nőket és azok pózolását, ezért ha van kedved, elmegyünk a szalomba és pózolsz egyet. Ha nincs, az nagy baj. De akkor van kedved. Forgatókönyvíró. Van kedved? Van. Akkor menjünk. István, mi ez pontosan? A teljes neve Vespa 125 LX 3V. Egyszerűen csak Vespa. Uh-huh. Ami magyarul darást jelent. Darást? Aha. A Vespa alapjában véve a robogók robogója. És megérkezett Brigi pózolós gúnyában azért, hogy legyen valamilyen szexis vége motoros összenetünknek. Tessék! Szőke nő az információs pultnál. Elnézést, egy információs pult? Igen, parancsoljon. Cuki a csizmám! Viki, te egy smarttal érkeztél. Tiszta. Igen, mert tiszta kosz volt. Naturvas legényei neki lódultak, és ez lett belőle. Örülsz? Nagyon-nagyon örülök. Nem úgy néz ki. Köszönöm szépen. Mit csináljak, újjongja? Yeah! Igen, köszönjük. Az én kocsim is tiszta lett. Majd az később jön. Ja. Zita. Nekilódultál egyszer miniszoknyában. Többször minek? Ezt még az Várj, új... ezt fejezd be ezt a mondatot. Minek lendültem neki miniszoknyában? Nekilódultál egyszer miniszoknyában. Minek? Ezt még a bulvárlapok is lehozták többek között az újász. Persze. Majd nekiduráltad magad Erdőhegyi Briginek és legyőzted. Gokártban. Mi következik? Verseny. Milyen verseny? Gokárt verseny. Valakinek ma el fog kenődni a szemfestéke. Esetleg ki fog szakadni a harisnyája. Maród Viki és Bébi Gabi, a gokártring és 2 gokárt. Avagy minden adott ahhoz, hogy megrendezésre kerüljön a 2013-as év 3. gokárt sztárfutam csörtéje. Legyen, ám legyen, menjünk, induljunk. Ennyire? Hát miért nem? Mérgesek vagytok egymásra? Nem. De nem lehetne egy olyat csinálni, hogy jaj, lányok, alig bírom szétszedni őket. Hát ez más műsor szerint. Kezdődjék a futam. Rájön a fejemre egyáltalán? Szemüveg. Lefétam. Amint látják, a lányok beöltöztek, és elég bután néznek ki. Eszközöljünk egy kis csárdásszerűséget. 3-ra, 2-t balra, majd 2-t jobbra. 1, 2, 3. Nem, most vissza. Néma, meg volt a 2? Meg, de gyere vissza még egyszer. Szóval 1, 2, 3. Jó, nekem nem sikerült. Gabi kilőtt, Vikit pedig, mintha maga a Terminátor húzná vissza egy hatalmas kötéllel.
Szabi úgy megy, mintha az egész világ őt üldözné. Niki pedig, mint tudjuk, rock'n'roll énekesnő, de hát ez nem rock'n'roll. Sokkal inkább valami unalmas, lassú, valami vidéki diszkóban hajnal kettőkor. Hát ez van. Szerintem ez eldőlt. Harmadik kör. Hát utcahosszal vezet Gabi. Mutasd meg, Viki, hogy rejtőzzük benned egy fenevad. Pedig nem úgy néz ki. Neki ment a falnak. Nos, Gabi, gratulálunk. Tovább jutottál. Köszönöm. Viki. Gokártoztál egyet. Igen, de meg lehetősen lassan. Igen, én nekem ez séta kocsikázásnak jó. Nos, mind a ketten kaptok ajándékot. Első körben a Dallas étterem jó voltából 5000 forint étkezési utalvány. Ó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kaptok még 5000 forint értékben Hunoil motorolaj utalványt. Köszönöm szépen. És Oxo Energy Drinket is kaptok. Szerintem mind a kettőt adod a nyugodtan, a Vikinek szüksége lesz rá. Én felajánlom neki. Köszönöm szépen. Nem én mondtam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor most megyünk, ajánlunk? Igen. Aztán leöblítjük egy kis motorolajjal. Hát Viki, sajnáljuk, hogy nem jutott el tovább, de hát teljesítményed meglehetősen gyalázatosra sikerült. Igen, hát ez van. Nem vagyok a sebesség embere. Ezt láttuk. Az én nevem az Zita, azt jelenti, hogy gyors sebes. Akkor gyorsan köszönj el, és jövünk vissza a második résszel, azt hiszem. Jövünk vissza a második résszel. Ne menjenek messzire. Ne menjenek messzire. Köszi. Jó? Ütős a műsor. Zita az előbb azt ígérte, hogy hamarosan jövünk vissza a második résszel, és tényleg a stúdióban Pataki Zita és Maróth Viki, én Tordai István vagyok, ez még mindig a Sportverda, Zitának pedig tiszta a kocsia. Ajrá, nagyon örültem neki. Öt férfi sikálta egyszerre Klárit. Kívül, belül. Gyakorlatilag némi erotika eszembe jutott erről a jelenetről, De nagyon ügyesek voltak. És egyébként tényleg jobban csillog ezzel a gőzzel. Tehát látványos a dolog. Az öt férfi az nem sok egy hangyányi? Tehát egy esetben jutott ilyen erotik? Ja, nem sok. Nem. Nagyon tetszett a mutatvány. Nagyon konstruktív volt, gyors. Szóval öt férfi jöhet, hajrá! Kocsit mosni. Szeretitek az egyedi tárgyakat? Én igen. Igen, abszolút. Ruhában, bármi másban? Persze. Nem, hogy ruhában szeretik, tehát mesztelenül is szeretitek, ez nagyon gyenge kérdés volt, tehát ilyen... Ékszerekben, igen, ruhában, berendezési tárgyakban. Igen. Miért autóban jó, is? Miért jó egy egyedi tárgy? Mert különleges, és nem jön szembe veled mondjuk az utcán. Annak érzése, hogy egy, az különlegessé teszi. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés tud lenni. Főleg, ha valakitől kaptam, de hát ugye ez... Mi van? Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Jön egy egyedi autó? Nem, szalonnál. Persze, autós műsorban mi jönne? És mitől egyedi? Egy darab egyedi karaj. De mitől egyedi? Megnézzük.
Ebből nagyon keveset gyártottak, és mivel ez már több mint 10 éve történt, így valószínűsítem, hogy mára még kevesebb van belőlük a világon. Már nem az Alfa Romeo Spider-re gondolok, hiszen én is tudom, hogy ez valójában egy Alfa Romeo Spider, csak hogy ez egy limitált kiadású Spider. A limitált kiadású tárgyak lényege, hogy eltérnek az átlagtól, és kevesebb van belőlük. Ebben persze van egy kicsi népbutítás is, hiszen a gyártók mindig megmagyarázzák, hogy aki egy limitált kiadású tárgyat birtokol, az mivel több, mint a másik. Az alapgondolat egyébként mindvégig ugyanaz marad, ezért többet kell fizetni. Mindezek ellenére egyediség, ide vagy oda, ez az autó nincs másfél millió forint. Pedig jó, meg szép, meg egyben is van. Ki érti ezt? Cintula Csaba, a Maranello Modena Service vezetője. Csaba, mit tudunk-e ritka szerzetről? Ez egy Alfa Romeo Spider 916 második faceliftes kiadás, azon belül is egy 2001-es limitált széria. A német piacra kiadott Edition Classica, amely fekete metál fényezést, szürke bőrbelsőt, 17-es kerekeket, elektromos tetőt, légkondicionál berendezés és egy ezüst Alfa Romeo plakettet akar, ami ez a 193. példány. Az autó motorja 2000 köbcentis, 155 lóerős és 200 km/h feletti végsebességre képes. Ezt az autót a német piacra szánták kizárólag, és nagyjából olyan 8 millió forintot kértek érte újonnan. Hány darabot adtak ki belőle? 2001-es limitált kiadásból 4-500 darabot készítettek, és tudomásom szerint ez az egyetlen magyarországi példány. Jelenleg jár ennek az autónak használtan 10-12 évesen 1 és 2 millió forint között, egy második generációsnak inkább a 1,5 millió forintos ára van. Mennyire szervízigényes egy 10 éves Spider? 60 ezer kilométerenként vezérlésszettet kell cserélni, illetve folyamatosan figyelni kell az olajszintet. Örök ifjú, napbarnított férfiú, Romeo, izmos mellkas, alsó nadrágjában erős teltház, megy valami szerpentinen. Hogy kellően közhelyes legyek, a tengerparton, naplementében, igyekszik szerelméhez, Donatellához. Kiszállok, és az álom véget ér. Romeo valójában Pista, Donatella már nyugdíjas, a tengerpart helyett majdnem fagyok, de az Alfa, az még mindig Alfa. Az élet szép. A rovat támogatója az Opel Magyarország garancia partnere, a Car Garanti. Car Garanti az új és használt autó garancia szakértője. Zita bőszen nyomogatja a telefonját, mert hogy regisztrál valamire, mire? Opel Service. Mire megvénülünk. Mire jó? Miért jó ez? Mire hármat számolok? Sok mindenre jó. Ne szólj bele, nem sok. Szólok. Nagyon sok mindenre jó, például akciókról is értesítenek, vagy hogy mikor kell menned ilyen kötelező szervízre, úgyhogy nagyon-nagyon jó, mert én ilyeneket azért el szoktam felejteni. És nagyon jó szolgáltatás. Úgyhogy de mit tud szeretem. Még ez a szolgáltatás ezen kívül? Mit kapsz testre szabott ajánlatokat? Mi van? Az uram hív, bocsi, de ez pontosan, mint az Open Service azért. Egy pillanat. Vedd fel. Imádlak, szívecske. Éppen adás van, tudod, a tévébe, Sportverda. Jó vagy? De, egy kicsit rosszkor, de... Mi is puszíjuk. Puszilom. Viki, én nem. De akkor most egy kicsit leteszem, mert a Opel Service-ről kell beszélnem, mert ők önálló próbálok regisztrálni. Szia! Bocsánat, hát ugye Opel is jöhet, ott is. Szóval sok mindenre jó az okostelefon. Csak nem tudod, hogy most hol tartasz.
Elment minden, elment a kép, ugye? Persze, ez jó. A baj. Megzavar az uram, és akkor rögtön. Na, akkor ezt ne ragozzuk tovább. A rovat támogatója az Opel Magyarország garancia partnere, a Car Guarantee. Car Guarantee az új és használt autó garancia szakértője. Zita az autóját Klárikának szólítja. Viki, te hogyan? Én még nem becézgettem. Mégis milyen nevet adnál neki? Pici. Pici? Manu. Manu. Rezső. Rezső? Rezső. Rezsó. Ha azt mondom, hogy Micuka, akkor mi jut eszetekbe? Valami távol-keleti cucc. Micuka. Lehet egy japán nő neve, vagy esetleg betézheti így, főnöke a Dajer Old titkárnőjét, vagy ezzel a névvel illethetnek egy családtagot is. Komandante Varvasovszky János eképpen nevezi hőn szeretett autóját. Ez egy terepjáró. Pontosan. Miért nem hívod inkább Tarzannak? Hát ő a Micuka, ezt mindenki tudja, mindenki ismeri, legalábbis a környezetem. Egy nagyon szép, nagyon jó, és hát nagyon régi járgányról beszélünk, de szenzációs. Akkor egy nagyon menő kocsi volt, most igazából egy abszolút nem menő kocsi, de ez engem felettébb nem érdekel, mert imádjuk. Ez kérem szépen offroad. Annyi probléma van csak, hogy vak vezet világtalant, ugyanis én nem igazán tudok terepezni, János sem. Sem. A formáját tekintve azért hát nem feszíti túl a szép érzékünk határait, de ahogyan a nők szokták mondani, a belső érték a lényeg, legyen benne klíma, meg világító, pipere, tükör. Új János, mi lesz ebből? Jó! Látod? Semmi. De ebben egyik sincs. ABS mi van benne? Sincs? Nincs benne ABS. Mi van benne egyébként? Van kormány, van négy kerék. De van kormány szervó, ugye? Meg szervó fék? Igen, szervó kormány van benne, az nagyon nagy dolog ám. Aha. Szervó fék is van benne. De ilyen, hogy villanyablak, villanyzár, ilyeneket felejtsél el. Aha. Van itt egy hatalmas majrégalj, ami azért van itt, nem díszítő elem, hogy a szerencsétlen utas ne pattogjon, mint egy gumilabda, amikor a sofőr megpróbálja megcsinálni azt, aminek lehet, hogy hatalmas égés lesz a vége. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az első Pajerók az örökké valóságnak készültek. A karosszéria hajlamos volt elhagyni magát. Mennyit dolgoztatok rajta? Sokat dolgoztunk rajta. Ez annak köszönhető egyébként, hogy annak idején, tehát így a 80-as évek elején azért nem álltak olyan anyagok rendelkezésre, mint most. Tehát nem voltak olyan korróziógátló anyagok, nem voltak olyan üregvédő anyagok, olyan alvázvédő anyagok, mint most vannak. Egy teljes karosszéria munkát kapott az autó, teljesen szétszedtük, és utána ezekkel a korszerű anyagokkal levédtük, úgyhogy ez most már az örökké valóságnak készült ez a kis járgány. Ha nem is az örökké valóságig fog létezni, de 80 éves koráig ilyen szép karban lesz tartva, akkor szerintem megmarad. Nyugodjon meg Juliska néni, ezzel a betegséggel 80 éves koráig is elérhet. Na de doktor úr, én 80 éves vagyok. Na látja. Az első Pajero 1981-ben jelent meg, és 92-ig gyártották. Manapság 2006 óta már a negyedik generáció fut az utakon. Nagyon szerették ezt a kocsit, mert hogy borzasztó jó terepjáró. Te erre használod? Én sajnálnám terepezni. Ez a városban járkálunk, de természetesen nem ijed meg semmitől ez az autó. 110-120 km/h simán lehet vele utazni, ami az akkori terepjárókra azért nem mondható el. És hát terepjáró képessége fantasztikus, mert nagyon rövid a tengelytáv, kicsi az autó, relatíve magas, ráadásul ugye nyitott alapvetően ez az autó, ami egy fantasztikus dolog, egy turbodízel motoros terepjáró, ami ráadásul még kábrió is. 2.3-as turbodízel motor. Így van, rettenetes nagy erőgép, lóerő. 60 lóerő.
olyan 150 Nm lehet a forgatónyomaték, de ugye van felezőnk, és ez nem, tehát ezzel igazából mindent meg lehet, bárhol el lehet menni, tehát nem egy problémás dolog. Megy ez neked egyébként? Csúszunk, János, csúszunk, úgy látom. Mind a ketten túl vagyunk életünk derekán, de János, mutasd meg, hogy miért hívnak téged soroksári bakmacskának. Ha vagy, csald elő belőlünk a szunnyadó férfit. Szunnyadó férfiasságunk éledése meglehetősen tiszavirág életűnek bizonyult, ugyanis kiviteleztünk egy gyalázatos elakadást. Gondoltad? Figyelj, ott a végén fa van, csak mondom. Melyik az az alkatrész, amelyik ha nem jó, vagy nincs az autóban, akkor az autó nem kap áramot? Nem a szivargyújtó. Generátor. Erősen megleptél. Igen. De ennél egyszerűbb. Tényleg meglepő. Tudod, mi az a generátor egyébként? Figyelj! És akkor mondtál valamit, mondhatnál valakul úgy... plugot is ennyi erővel? Igen. Nem, egyébként nem. De tudod a generátor micsoda? Igen. Villanymotor. Vagy Úristen. Mi kell hozzá? Motor. De mi az, amitől áramot nem kap, ha nincs benne, vagy nem jó? Motor. Mi szokott lemerülni a... Akkumulátor! ...telefonotokba, igen, köszönöm. Ez itt egy akkumulátor. Egészen pontosan a Sportverda stábautójának akkumulátora, melynek feladata, hogy a stábautó működéséhez szükséges villamos energiát szolgáltassa. Azaz, ha nem jár a motor, akkor is van többek között világításunk, meg magnónk. Az akkumulátor tehát energiát tárol, de tároló képessége idővel csökken, majd beadja a kulcsot. Hogy egy aksi meddig bírja a strapát, az nagyon sok mindentől függ, és itt át is adnám a szót Katona Mátyásnak, az Autonavigátor főszerkesztőjének. Bár a Magno áramellátása is fontos, az akkumulátor legfontosabb és egyben legnehezebb feladata a motor beindítása. Így az élettartamát természetesen a minőségén túl leginkább a használat módja, a hidegindítások száma határozza meg. Átlagosan meddig bírja egy aksi? Abszolút használatfüggő és természetesen akkumulátorfüggő, egy évtől akár 5 év is lehet egy akkumulátor élettartama. Ez itt egy utángyártott taxi, az enyém pedig gyári. Mi a különbség a kettő között? Temérdek különbség látható, egy picikét eltérő a méretük, erre minden esetben kell figyelni, hogy pontosan az autóba illőt vegyük meg. Egyébként az Opel akkumulátorai is nem csupán az Opelekbe, hanem egyéb márkák modelleibe is betehetők, természetesen csak is megfelelő méretben. Ezen kívül jól látható, hogy ez egy nyílt cellás akkumulátor, ebbe időnként desztillált vizet kell tölteni, míg a gyári az egy teljesen zárt, gondozásmentes akkumulátor. Mennyibe kerülnek ezek az aksik ehhez a kocsihoz? Egy ilyen alsó közép kategóriás modellben jellemzően 20-30 ezer forint között találhatunk utángyártott akkumulátort, míg a gyári fix 25 ezer forintba kerül. Most pedig következzék a garancia kérdésköre. Itt van velünk Rippel Ferenc, garancia szakértő. Ferenc, esténként miért veszel fel női ruhát? Ez nagyon jó kérdés volt. Köszönöm szépen. Olyan régen felszerettem volna már tenni egy úri embernek, hogy milyen arcot vág, hát ilyet. Ferenc, azt tudjuk, hogy az akkumulátorokra általában 2 év garancia van. Normál kereskedelmi forgalomban valóban az akkumulátorokra 2 év garanciát szokás adni, de hogyha szervizben, például egy Opel szervizben vásárolunk egy akkumulátort, akkor már is 3 év garanciát kaphatunk erre az eszközre. Mennyire nehéz érvényesíteni a garanciát akkumulátorügyben? Egy normál esetben, amikor bárhol megvásároltuk ezt az akkumulátort, akkor elég nehéz lehet. Ki tudja, hogy hol viszik el, megvizsgálni ezt a történetet, hogy miért hibásodott meg az akkumulátor. Míg ellenben, hogyha egy márka szervizben vásárolt akkumulátorról beszélünk, azt az adott márka szervizbe vagy éppen abban a hálózatba visszavisszük, és ott bemérik, azonnal megtalálják ennek az okát, hibáját. Tehát nem kell várnunk napokat, heteket akkumulátor nélkül, hanem azt a szervizben egyből el tudják intézni. Így van, ott rögtön a bemérés után ezt meg tudják állapítani, és akár már rögtön lehet rendezni is az esetleges cserét vagy javítást. Mostanság egyre jobban terjednek a hibrid és elektromos autók. Mi történik akkor a garanciával, hogyha egy autóban egy akkumulátor nem csak egy picike pont, hanem gyakorlatilag a hajtáshoz szükséges energiát jóformán az adja? Az ilyen komplett akkumulátorrendszerek, mint amilyen például az Opel Amperában is van, gyárilag is támogatottak 8 év garanciával rendelkeznek, és ezt még a szolgáltató, például a Car Guarantee 2 évvel meg is tudja hosszabbítani. Akkor jövünk vissza a harmadik résszel, ugye?
nem sokára. Tőlem kérdezed? Igen. Nem, azt mondanod kéne, hogy hamarosan... Jövünk vissza hamarosan a harmadik résszel. Úgy lesz. Vagyunk a Sportvárda stúdióban, Pataki Zita és Marót Viki, én Tordai István vagyok. Ez pedig a harmadik rész. Ó, oh, yeah. Vetetek már használt autót? Igen. Az első autóm használt volt. A második is. A harmadik volt új. És a negyedik még nincs. Ez egy kicsit ilyen rokis volt. De egyébként meggyőződésem, hogy használt autót fogok. Gazdaságosabb. Tudod, azt mondják, ha kihozod a szervízből, akkor már is lemegy az értéke. Szalomból. Szalomból kihozod, és már is. De nem féltetek attól, hogy belenyúltok valami rossz autóba? Bele lehetett régebben. Biztos, hogy bele lehet, de például mi mindig elvisszük szerelőhöz, aki átnézi. És csak az ő beleegyezésével, vagy az ő bólintásával visszük el. Vagy olyan helyről veszem, hozom el, ahol biztonságban vagyok, tehát hogy ők is vállalnak valamiféle garanciát. Legyünk biztonságban. Meg egyébként megtanítottál engem egy szervizrovatban egy-két éve, hogy mit kell figyelnem egy autón. Mit? Nem így rugdosni, meg mit tudom én, hanem van ilyen mérőcskék, és akkor ezt azért egy szerelő jól meg tudja nézni. Szeretem, amikor így hallgatok, és nem tudjátok, hogy miért. Használt autó következik. Elmentem a Duna autóhoz, és megnéztem, hogy hogyan vizsgálnak át egy használt autót. Az aranyláncos, bőrcseki snepper, meg az erőből üzletelő haverja elszántan tekerik vissza a hite hagyott német dízel óráját. Az új tulaj először azt hiszi, minden rendben, majd gyorsan rájön, hogy nem volt őszinte a snepper mosolya. Mára ez a kép korán sem ennyire borús, pláne, hogyha normális helyen keresünk használt autót. Jakab Gábor és az ő háreme. Gábor, most hoztak egy beszámításra váró autót. Igen. Hozom neked. Letakarjuk az óráját. Mondd meg, hogy mennyi kilométer lehet benne, és a végén, mikor átvizsgáltad, mondd meg, hogy mennyit ér. Nos, Fiat Bravo, egy kis kocsi, ilyenkor mivel kezdünk? Alapvetően körbenézem az autót, réteg vastagságot mérek rajta, utána egy rövid tesztkör, műhely, megemeljük, futóművet átnézzük, és utána megalkuszunk. Hajrá! Ez egy festék réteg vastagságmérő, ami alapján megállapíthatjuk, hogy az autó volt-e korábban sérülve, újra van-e fényezve, bár ez is kiküszöbölhető egy elemcserével, abban az esetben lehet gyári értékeket, vagy közelgyári értékeket mérni. És mit látsz? Úgy látom, hogy az autó rendben van. Hátsó sárvédő egy picit vastagabb, talán egy meghúzásból eredendő javítás, de komolyabb sérülésre utaló jeleket nem nagyon látok. Kicsit olyan vagy, mint a birodalmi lépegető. Most mit nézel meg? Kormányt, váltót, pedálokat. Azokból derül ki, hogy mennyi kilométer lehet benne? Hát nagyságrendileg a kopásból, igen. Aha. És ha kicserélik? Hát ha kicserélik, akkor onnantól kezdve szerviz, komputer és kész. Normál körülmények között azért nem cserélik, ezeknek föl szokott hólyagosodni a dudája, és 280 ezer forintot csak légzsákkal együtt lehet cserélni. Ja, ezt nem éri meg. Nincs bontottva, sincs horrorárban van. Mennyi lehet benne szerinted? 130 ezer kilométer. Én tudom mennyi. És majdnem annyi. 127 ezer, 3 ezeret tévedtél. Oké, akkor most próbakör?
próbakör. Nos, megvolt a próbakör, mit vettél észre? Azt gondolom, hogy minden rendben van az autóval, kis futóműzajt hallottam előről, a kopogást, mindjárt megemeljük, megnézzük. Előtte valamit csinálsz? Fölnyitottad a motorháztetőt? Természetesen meg fogom nézni a motorteret fölülről, alulról. Ha mit látsz, mi baj a futóműnek? Első ránézésre semmi, szilentblokkok vannak egy kicsit előregedve, ez egy néhány ezer forintos tétel ennek a cseréje. Ilyenkor mi van, hogyha rájöttek egy hibára? Azt kijavítjátok és úgy adjátok el, vagy? Olyan jellegű a probléma, javítjuk, ha nem, akkor föltüntetjük az állapotlapra és a vevőnek így adjuk el az autót. Mennyi az eladási ára ennek a kocsinak és mennyiért mennek a piacon? Ezt az autót ebbe az állapotba 1.300.000 forintért fogjuk eladásra kínálni. Ezek az autók nagyságrendileg 1,5 millió forint körül tudnak a szabad piacon. Most pedig megyek és hozok egy sokkal ütősebb játékost. Egy igazi bika. Bika beugrik a kerítésen a tehenekhez. Szevasztok lányok, Tökös Dönci vagyok. De hívjatok csak Döncinek, mert a többi fennmaradt a kerítésen. No, ennek helyén van a mi csodája. Golf GTI. Mit tudunk róla? Ahogy mondtad, Golf GTI 2007-es évjárat 85.000 kilométerrel, magyarországi vezetett szervizkönyvvel, átvizsgált autó, műszakilag kifogástalan, esztétikailag hibátlan. Ára? 3.290.000 forintért kínáljuk eladásra. Az jónak számít, vagy átlagos? Azt gondolom, hogy ez egy normál piac jár, ettől drágábban és olcsóbban is lehet találni, de ahogy mondtam, ez az autó kifogástalan. Kipróbálhatom? Próbáld ki. Az utcai sportkocsik egyik veszedelmes játékosa, 2000-es turbomotor, 200 lóerő és 280 Nm-es nyomaték. Az a típusú fickó, aki bár intelligens, de lételeme a balhé. Nem kötözködik, de alig várja, hogy valaki véletlenül rálépjen a barátnője lábára. Na és akkor 0-ról 100-ra 6,9, végsebesség 240. Melyik három szóval kezdődik az összes verekedés? Mi van? Amint látják, nem kell tartani a használt autó vásárlástól, csak körültekintőnek kell lenni, és jó helyen kell keresgélni. Következzék a lapszemle, szakértői áradatot várok a szemközt ülő hölgyektől, de tartok tőle, hogy hiába. Mi van nálatok? Jó volt ez a felkonf, köszi. Igen. Olvad a jégember, hát ugye, ha már időjárással kapcsolatos dolog. Azt írják itt, a Formula 1-ben a Räikkönen kezdi elveszíteni türelmét technikai gondok miatt. Jégember? Miért hívják őt jégember? Ja, hát északi. Biztos azért nem. Nem tudom. Na minden esetre szurkolok neki, mert én nagyon szeretem őt egyébként a Formula 1-ben. Viki? Ó, én találtam egy olyat, hogy az Opel bejelentette, hogy visszatér az autósportba, és úgy hívják ezt az autót, hogy Ádám, és ez nagyon megtetszett nekem, mert hogy a kisfiamat is, meg a férjemet is Ádámnak hívják, úgyhogy én... Van egy típus, amit Ádámnak hívnak. De tudod, hogy miért? Vagy tudjátok, hogy miért? Nem. Azért, mert a Viki kisfiát is Ádámnak hívják. Ez egy kicsike, stílus autó, nagyon szép egyébként. Jó, és ilyen kis sportos, nem? Igen. Igen. Mit kaptál elő a hátad mögül? Mert itt is van egy csodaszép. Ilyen szép áramvonalas Cadillac. Igen. Mit tudunk róla? Mit tudunk? Azt írják, hogy bűvészkedett a GM. Csiribá, csiribá, és egy négyajtós konnektorról tölthető Chevrolet volt hibrid varázsütésre. Kétajtós, attraktív kupétestet öltött. Egyébként tényleg nagyon szép. Belezavarodtál elég rendesen. Nem, tettem. Ez egy ilyen hosszú mondat volt. De ez nem Chevrolet, ez Cadillac. Konnektorról tölthető. Chevrolet. Ez a neve. Nem, ez Cadillac. Figyelj, ez főcímben itt van. Hol? Itt. Chevrolet. Érted?
ezt hogy olvassák? Hát én értek azért ennyire a kocsön. Ezt olvasom, nem én találom ki. Azért ennyire nem vagyok jó. De Cadillac a neve. Cadillac, igen. Na, igen, végre igen. Megvan. Hát a Cadillac a neve. Folytatom én. A Ford Mustang következő generációja hivatalosan is kapható lesz Európában. Eddig a Mustangokat csak néhány kereskedésben árulták. Egyébként Dunakeszin is lehet kapni. Szerintetek mennyibe kerül egy Mustang? És közben egy huszárvágással, amit látják, Viki helyére beugrott egy úriember, erőszakállal és még erősebb mosolya. Sonfai Péter, a Devils Motoros Klub elnöke. Mind meglepetés. És te tudod, mennyibe kerül egy Mustang? Rengeteg, de hát biztos egy 20-as, 15. 30. Én nyertem. Följebb. 40. Följebb. 50. Na, egy Mustang. Ez már két Mustang. 2012-es évjárat, itt olvasom egyébként, nincs 9 millió forint. Akkor mit csaltál, hogy följebb? Szoktam ilyet csinálni. Ja, Péter, akkor olcsó. Hát lesz egy rendezvény, a Magyar Hot Rod és Motorépítő Bajnokság, itt ilyen épített hot rodok és épített motorkerékpárok lesznek kiállítva és versenyeztetve. Ez a Hung Expo-n lesz, március utolsó előtti hétvégén. És ami egy nagyon nagy különlegessége ennek a dolognak, hogy a 17 éves ez a rendezvény, és most a motorépítő világbajnokságnak hivatalos állomásává váltunk, és a győztes motort azt delegáljuk gyakorlatilag a motorépítő világbajnokságra, ami egy másfél hónappal később van. Elég komoly lesz, tán egy ilyen 50-60 motor lesz ott, olyanok, amik itt ebben az újságban is láthatók. Van nálad egy Wide magazin. Véletlenül. Teljesen véletlenül, igen. Milyenek? Melyik motorok lesznek? Ez a motor, ami például a címlapon van. Hogy fogjam egyszer a mikrofont és az újságot? Hát, segítsek? Ó, köszönöm. Igen. És egyébként itt van még egy különlegesség, hogy itt van egy az Európa bajnok motor, hogyha ezt látja a kamera esetleg. Fogja. Mert volt már magyar Európa bajnok is egyébként a motorépítésben. Ez a Time Machine, az időgép. Tehát ilyen különleges motorokat lehet majd ott látni. De profik indulnak ezen a versenyen? Persze, persze, de úgy profik, hogy mondjuk van egy 12-13 profi motorépítőművel Magyarországon, és akkor van még egy jó néhány olyan motoros, aki a garázsba fűrészeli a vasakat, de hát ők is labdába rúghatnak, és vannak komoly meglepetések néha ilyen egész alacsony költségvetésű motorokkal. Hát az autók azok meg, azoknak nincs nemzetközi megméretetés úgy folytatásilag, de jönnek külföldről is sok autóval, és elég különleges járművek lesznek, ilyen 20-as, 30-as évekbeli autók szétfűrészelve, és nagyon komolyan 300-400 lóerős nagy teljesítményű blokkokkal ezek a hot rodok. Te a Devils Motoros Klub elnöke vagy. Ha jól tudom, 30 tag, 30 nagy darab tetovált szőrös férfiúnak az élén motorozol Harley Davidsonoddal, de mi van, ha tél van? Milyen autóval jársz? Alfa Romeo-val. Miért? Hát egy olyan 10-12 éve ezelőtt megláttam ezt a típust. Ez meg tetszett. Típus? 156-os. Nekem semmi gondom nincs vele. Nagyon sok kilométert mentem vele, és teljesen élvezetes. Nagyon kellemes hangulata van. Bejön. Én csak azt tudom az olasz autókról, hogy kényelmesek. Az is. Igen. Köszönjük, Zita. Ennyi volt a lapszemle. A Csodaverda támogatója az Árkád Őrsvezértere bevásárlóközpont. Kisgyerekekkel vigyorgunk nagyszerű autókban, és néha megbolondít bennünket jelenéseivel a szalmakalapos férfi. Mi jön, szerintetek? Csodaverda. Ki ő valójában? Miért van ott mindenhol? És miért hallgat? A szalmakalapos férfi. Nem hagy nyugodni. Kezdek megőrülni. De fel a fejjel, mert egy vidám csapat, a Csodaverda mai résztvevői már várnak ránk. Betta, István és egy oktávval feljebb Miklós. Na, hello vidám trió! Vagy egészen hello, pontosan kvartett, mert hát Betta, amit látjuk, vagy lenyelt egy dinnyét egészben, vagy pedig... Nem éppen, kisbabám lesz, úgyhogy ezért a pocak. István, köszi, hogy kiszúrtad. Gratulálunk. Köszönöm szépen. István, itt az egyik Csodaverda. Tetszik? Igen. Úgy hívják Opel Mokka. Egyik, tehát lesz másik is. Sőt, már itt is van.
és egy nagy erős amerikai izomgépet, amit látjátok, egy zsenge hölgy hozott el nekünk, aki nem más, mint... Gombos Ildikó, Dunakesziről hoztam nektek egy verdát szórakozni, úgyhogy hajrá! No, akkor kezdjünk is, melyik menjen először? Piros. Piros? Akkor a pirosat próbáljuk ki. Hajrá! Nem félsz? Belemegyünk a vízbe? Nem. Nem? Hát majd meglátjuk, mit mondasz, amikor végére értünk. Megyünk egy gyorsabbat, jó? Most ugyanilyen csak feltérképeztük a terepet, de biztos vagyok benne, hogy az Istvánnal sokkal gyorsabban fogtok majd menni azzal a kék Mustanggal, úgyhogy nem is baj, hogyha most nem száguldozunk annyira. Most talán egy picit, mintha megdobta volna a fenekét, de szerintem csak az én bénaságom volt. Egyáltalán nem csúszott. Tetszik ez az autó? Igen. Mennyi gomb van itt rajta, tök izgi, hogy mi melyik lehet, nem? Igen. Szép ez az autó. Meg jó is. 1.4 turbó, benzin, összkerékhajtás. De látom, valami nem hagy nyugodni. Tudsz róla valamit? Hát mostanában itt a tampáján szokott előbukkanni. De kalandos élete volt. Na. Játszott a Real Madridban, szerepelt egy asszonykórusban, szerepelt a Rambóban is. A Rambóban? Igen. Akkor miért fut el? Miért nem beszél? Menekül a világ elől. Nagy leszel, akkor szeretnél majd egy ilyen autót? Majd igen. Milyen színűt? Milyen ilyen csak éget. Ebben van valamilyen zene? Zene? Igen. Énekeljek? Na, milyen volt? Ha medvével táncolsz, sose feledd, hogy medvével táncolsz. Látod? Pista bátyád milyen fickós még mindig? Az a kocsi, amivel Bettával mentetek, az 1400 köbcentis és 140 lóerős. Ez 3700 köbcentis, tehát jóval nagyobb, és több mint 300 lóerős. Eltrafálunk egy ilyen vízfalat, figyelj! Nem látok semmit. Megforduljunk így? Megforduljunk. Csúszik. Aztán. Melyik a kedvenc autód? Megem. Nem, nekem. Persze, hogy neked. Melyik? Nekem ez, meg a Lexus. Tehát a Mustang meg a Lexus? Igen. És a Mustang az most lett a kedvenced, vagy már régen? Már régen. Tényleg? De a Lexus is már régen. És a kettő közül inkább melyik? Inkább ez. Okos fiú. Ildikónak, aki elhozta az autót, egészen pontosan nekik, több ilyen autójuk is van. Micsoda hangja van, mi? De ez már tud valamit. Tudám. Nem. No István, és mindenki, eredményhirdetés következik, vagy nem tudom pontosan mi. Miklós, értékeld, amit lehet. Betta nagyon ügyesen terelgette az autót így a csúszós körülmények között is, viszont te inkább az élményfaktorra mentél rá, úgyhogy Bettának azért jobban sikerült a dolgot megkapni. Milyen dolgot? Hát a vezetést. Tehát én nem vezettem? Te is vezettél, csak te, ahogy mondtam, inkább az élményfaktort helyezted előtérbe. Csúszkáltam. Csúszkáltál, így van. Ez nyilván azért volt, mert mi egy négykerekes autóban ültünk az Istvánnal, de ő nagyon sokat segített nekem, úgyhogy ezért ment ilyen jól. Az én autómnak is négy kereke volt. Négykerék meghajtású István. Köszönöm, okay. Belekötöttél.
Van nálad egy zsák. Így van, és ezt azért hoztam, mert az István olyan jól segített nekem, hogy ez a te ajándékod lesz emlékbe. Nézd csak egy sportévés ajándékcsomag, tessék, fogadj szeretettel. Köszönöm. Én is hoztam neked egy kis ajándékot, ami szó szerint kicsi. Vitamin ital, Oxo Life. Ildikónak köszönjük, hogy elhozta ezt a gyönyörű Mustangot. Magamnak köszönöm, hogy elhoztam ezt az Opelt. És nincs vége az ajándékok sorának, ugyanis teljesen spontán, ha minden igaz, be fog lépni a képbe Heinz Kata, és tényleg... Sziasztok! Kata honnan? Best Bike műszaki üzletházból jöttem, és egy kis meglepetést hoztam neked. Fogadj szeretettel! Köszönöm szépen! Kis multimédiás kamera. Reméljük használni tudod. Tudsz vele fotózni, videót készíteni, zenét hallgatni és megjátszani is. Autókat is le tudod majd vele fotózni. Tetszik? Igen. No, hát akkor ennyi volt mára István csoda Verda napja. Integessünk. Ez nagyon béna. Még. Mindenki vidáman tért haza. Csak engem marcangol egyfajta hiányérzet. Milyen jó lenne egyszer sétálni egyet. Vagy önfeledten szökelni. Vagy labdázni. De ez számomra csak vágyálom marad, mert a szalmakalapos férfi egy fantom. A Csoda Verdát támogatta az Árkád Budapest. Nem csak István, hanem ti is kaptatok ajándékot, elég sokat. Többek között a Best Bite országos hálózattól, számítástechnikai országos hálózattól olyan a figura, mint R2D2. Emlékeztek rá? Annak ki volt a magyar hangja? Jaj, de jó, Vincz! És ki volt Csubakkájé? Én. Vagy Darth Vaderé. És olyan robotkát nem kapunk? Vagy ja, szerint? Neked adjam, vagy kell nektek? Persze, odaadom majd azt is. Kaptatok tőlük ajándékba fülhallgatót, ezen kívül egy mosolygós illatot, a Reon. Ezt nagyon szeretem, igen. Szereted? Igen. Divatos? Illatos is, de nekem a mosoly nagyon tetszik, ott fityeg a visszapillantómon. Nekem is nagyon tetszik. Tök menő lesz. És a tollnak is nagyon örülök. Igen? Egyébként a kocsiba mindig jól jön. Mert amikor keresgetni kell hirtelen, mert vezetés közben írni kell, akkor fontos, hogy ne a táskámok a kapjam elő. És ezt még a nyakadba is tudod akasztani. Hát akinek is nyaka van, az mindenképpen. De nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Kaptatok még energiaitalt, Oxo, ásványvíz alapú, az egyikben van koffein, a másikban nincs. A jó, fehérben nincs. Cserélhetünk? Persze. Köszi, de sokat szoktál úgyis föllépni, neked kell a energia, meg a koffein, én meg koffeinmentesen élek. Oké. Okay. Tudod, mennyire szépen. Jól működünk együtt, igen. Mint itt a műsorban is. Ennyi volt már a Sportverda, jövünk egy hónap múlva, addig is figyeljék az ismétléseket a Sport 1, a Sport 2 és a Sport M csatornákon. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Örültünk. Itt a tavasz, éljenek, menjenek, autózzanak a szabadba. Itt a tavasz, éljenek, amíg mit csinálnának. Imádjuk a tavaszt. Igen, ilyenkor minden élet. Itt a tavasz dagad a Melkas. Melkas, tudtam, mi van? Hányszor eljátszották ezt a poént velem. Igen, ez régi, szakállas. Na hát a nézőktől is, hogy viszlát. Viszlát. Viszlát, sziasztok. Viszlát. A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafiprep autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az új SsangYong, Corando és Rexton terepjárók hazai forgalmazója. A műsor támogatója az Oxo energiaital. Oxo, éld túl a napot!